Közben fokozottak a harcok a háború 8. napján. Ukrajnában már a orosz fennhatóság alá került Herson városa, ami azt jelenti, hogy az orosz csapatok tovább terjeszkednek nyugat felé. Heves harcok dúlnak Mariupolban is, a várost ugyan körbevették, de az ukrán csapatok még ellenállnak. Több robbanás volt Kijevben és Harkívban is ropognak a fegyverek. Itt egy kárpátaljai magyar katona is életét vesztette, közben pedig újabb béketárgyalások indultak. Élőadásban jelentkezett be Kievből a CBS News amerikai TV csatorna tudósítója, amikor mögötte hatalmas robbanás történt. A felvételen látszik, hogy éppen tudósítani szeretett volna az éjszakai történésekről, amikor ismét robbanás rázta meg a fővárost. Egyelőre nem tudni, mik voltak a célpontok és vannak-e sebesültek. Ukrán források szerint azonban az egyik robbanás a vasúti pályaudvar közelében történt. Hajnalban Volodymyr Zelenszky videóüzenetében azt mondta, a megszálló csapatoknak az országban egy perc nyugalmuk sem lesz, és ellenállásra szólított fel mindenkit. Kiűzzük és megszégyenítjük őket, úgy, mint azok az egyszerű emberek, akik kizavarták a boltból az orosz katonákat, akik bementek, mert enni akartak. Ezek nem egy szuperhatalom katonái, ezek összezavarodott gyerekek. Vigyétek őket haza, szólította fel Oroszországot az ukrán elnök. Az ukrán belügy közben közölte, intenzív rakétatámadás érte az elmúlt éjjel az Azovi tengerpartján fekvő Mariupolt. A stratégiai fontosságú várost Kiev szerint teljesen körbevette az orosz hadsereg, illetve a kelet-ukrajnai szakadárok csapatai. Sziudnia. Sajnos súlyos csapás érte Mariupol infrastruktúráját is. Nincs áram a városban, nincs vezetékes víz, és a lakásokban megszűnt a fűtés, mondta a polgármester az ukrán belügyminisztérium által közzétett videón. A BBC szerint a Mariupoli városvezetés több száz halottról adott hírt. A Reuters közben azt közölte, Herson város utcáin katonai járművek láthatók, de a hírügynökség nem tisztázta, hogy ukrán vagy orosz csapatmozgásról van-e szó. A BBC helyi forrásokra hivatkozva pedig azt írta, a város polgármestere bejelentette, hogy az orosz katonák megszállták a városházát. Ugyancsak a BBC szerint súlyos harcok vannak továbbra is Harkívban, Ukrajna második legnagyobb városában. Az Ukrán rendkívüli helyzetek minisztériumának felvételei szerint az orosz tüzérség támadásában több lakó és kormányzati épületet ért komoly kár. A Kreml csütörtökön a történelembe vonuló hősökként méltatta az Ukrajnában harcoló orosz csapatokat, és tragédiának minősítette az ottani katonák halálát. Most, yeah. Mindannyian együtt csodáljuk az orosz csapatok hűsiességét, és minden bizonyal bravúrjuk be fog vonulni a történelembe, mint a nácik ellen vívott harcban, mondta a Kreml szóvivője. Dmitri Peszkov azt is közölte, hogy Vladimir Putyin elnök csütörtökön összehívja az orosz nemzetbiztonsági tanácsot, de azt nem árulta el, hogy mit fog megvitatni.